A politikum szerint saját eszközeivel, a civilek szerint politikai akarattal fékezhető meg a FA-maffia. Ez volt a végkövetkeztetése az Erdő nélkül nincs Erdély, környezetvédők versus FA-maffia című pódiumbeszélgetésnek Tusnádfürdőn. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy még mindig virágzik a törvénytelen fa-biznisz Romániában. Korodi Attila parlamenti képviselő volt, környezetvédelmi miniszter és civil szervezetek képviselői vettek részt azon a pódium beszélgetésen, amelyet az illegális fakitermelés témájában szerveztek a Tusványoson. Az RMDS politikusa a falopásra felhasznált jármű elkobzásában látja a hatékony megoldást. Az ilyen autók feltérképezését segíti az erdőradar, az erdőfelügyelőség, illetve a civilek által készített értesítő alkalmazás. Mindez azonban csak összefogással valósulhat meg. Civileknek én azt tudom, hogy örvendek, hogy markánsan fogalmaznak az a szerepük a társadalomban, hogy ők is azokat a rendszereket, amelyeket létrehozott az új jogszabályi rendszer használják. Tehát ne üljenek csendbe az erdő témában, közös összefogásra van szükség, mert az mindenkit szolgál. Az erdő tulajdonost is, mert utána nagyobb értékű fát tud a piacra vinni, amit törvényesen ki tud vágni, és azt a jó hiszemű vállalkozót, és aki kínlódva, de jó, tehát a törvényeket betartva vállalkozik. A 3 évvel ezelőtt az úgynevezett Erdő-Panama jelentést benyújtó Hans Hedrick civil aktivista kijelentette, az önkormányzati képviselőktől a honatyákig sokan gondoskodnak arról, hogy a FA-maffia virágozzon Székelyföldön. Létezik FA-maffia Székelyföldön. Ez így újra ki lett mondva. Szerintem ez, hogy elmondjuk az igazságot, a valóságot, ez már hozzájárul a megoldáshoz is, de most nem mondhatom, hogy egy konkrét megoldást kerestünk volna, és találtunk volna, de több javaslat is volt, többen is elmondták, hogy azt az eszközt használni kell, ami már létezik. Az illegális fakitermelés évről évre egyre nagyobb méreteket ölt Romániában. Klaus Johannis államfő idén a törvénytelen fakivágást nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenységnek minősítette. A kormány szerint évi 8,8 millió köbméter fára becsülhető az illegális erdőirtás.